Köszöntöm a Moson-Magyaróvári Városi Televízió nézőit. Önök a híradót látják 2013. október 28-án hétfőn 19 órakor. Híreink először röviden. 57 éves fájdalom együtt tisztelgett a sortűz áldozatai előtt Moson-Magyaróvár. Értelmetlen gyilkolás, életükkel fizettek magyar polgártársaikért. 3 pontrúgás, 3 gól, kikapott a Futura Moson-Magyaróvár. Október 26-a Városi Gyásznap. Minden évben ezen a napon emlékezünk meg azokról, akik 1956-ban életüket adták a szabadságért a gyásztéren. A sortűz áldozataiért először az Óvári templomban celebrált gyászmisét Bodó Zoltán plébános, másnap pedig egész délután több helyszínen is együtt emlékeztek a városlakók. Gyászmisével kezdődött az 1956-os Moson-Magyaróvári sortűz áldozatairól való megemlékezés. Az Óvári Szent Gotthárd plébánia templomban Bodó Zoltán lelkipásztor prédikációjában kifejtette, október 26-a szívünkben élő, felejthetetlen gyász. Azonban, ha emberileg nehéz is, keresztényként meg kell tudni bocsájtani. Bennünket ugyanis, kedves testvéreim, Krisztus szavai vigasztalnak. Az igazság szabaddá tesz titeket. Az igazságért való küzdelem meghozza a gyümölcsét, vagyis a szabadságot. Másnap délután a Karolina Kórház rendelőintézetnél folytatódott a megemlékezés az áldozatok tiszteletére elhelyezett emléktáblánál. A sortűz áldozataira emlékezünk, illetve azokra az orvosokra, akik áldozatos munkájukkal, fáradtságot nem kimélve, mindent megtettek a sebesültekért. A koszorúzás után a Bolyaihoz mentek tovább az emlékezők. Az egykori levéli református lelkipásztor Gulyás Lajos a sortűz utáni megtorlás áldozatává vált. A tevékenységei előtt Cáfordi Julianna református lelkész imával tisztelgett. Megemlékező beszédében úgy fogalmazott, Gulyás Lajos a béke embere volt. Nem a látszott békének az embere, hanem az Istentől kapott belső békének az embere, ami a külső békében és a külső békére törekvésben is megjelent. A közös imát a koszorúzás követte, elsőként Gulyás Lajos lányai helyezték el a virágokat. Innen az egyetemhez vezetett a megemlékezők útja. A történelmet a generációmmal egyetemben hamisítva tanultam. 56-ot nem értettem. Nem is magyarázták. Megértem. Fazekas Imre gondolatai után Mihalcsik János beszélt a forradalmi élményeiről. Ő 1956. október 26-án első éves egyetemistaként volt ott társaival a gyásztéren. Rigadalom és félelem a tetőponton volt. A fegyverek elhallgatása után csak az ott fekvők, sérültek, sebesültek, jajbeszélkedése, Istenhez való pohászkodása és a haldoklók hörgő hangja volt a jel. Ezután a Városházán Simon Zsuzsanna, az 56-os Egyesület titkára mondott beszédet, amelyben kiemelte, az 57 évvel ezelőtti felkelés még mindig nem foglalta el szilárd helyét történetírásunkban és tudatunkban. Hősökből faradnak bűnöst, gyilkosból áldozatot azok, akik ma is zűrzavart keltenek a fejekben, és ugrasztják össze az egyre idősebb 56-osokat, a különböző 56-os szervezeteket. A gondolatok után a polgármesteri hivatal falán található tábla megkoszorúzása következett, amely a Magyar Nemzeti Tanács helyi szervezetének 56-os megalakulására emlékeztet. Az óvári temetőben pedig a piarista iskola diákjai műsorral várták a polgárokat. Bor, ágyúszó és szenvedés. Mégis mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem áll szobor többé a csizmában. A temetőben Iváncsics János alpolgármester beszédében így fogalmazott, nehéz elfelejteni a kegyetlenség időszakát és azt az embertelenséget, amikor az ember úgy elaljasult, hogy önként és kéjjel ölt. Sokan és sokféleképpen próbálták megérteni, földolgozni városunk gyászát. Az idő múlására appelláltak többen, hogy az majd begyógyítja a sebeket. De nincs igazi gyógyulás. Ahhoz kevés volt a tétova igazságtétel, kevés volt kimondani a bűnt, megnevezni a gyilkosokat. Meg is kellett volna büntetni őket. A koszorúzás után együtt indultak el a lakók a gyásztérre, hogy fejet hajtsanak azok előtt, akik 57 évvel ezelőtt életükkel fizettek a szabadságért.
Az óvári temetőtől a gyásztérre ugyanazon az útvonalon haladtak a megemlékezők, mint 1956-ban a forradalmárok. A mai napig nem lehet tudni, hogy 57 évvel ezelőtt pontosan hány ember vesztette életét a mosonmagyaróvári sortűzben. Az ünnepélyes megemlékezések sora október 26-án este a gyásztéren ért véget, ahol Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára is fejet hajtott nemzetünk mártírjai előtt. Ballonkabátos fiatalok a gyásztéren, táncukkal a forradalmat szimbolizálták a Baráti Kör a Művészetért Alapítvány ifjai a városi megemlékezésen október 26-án. A mosonmagyaróváriak gyásznapját Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára is megtisztelte jelenlétével. A mai napig nem tudni, hogy pontosan hány áldozatot követelt a sortűz, akik között nők, férfiak, gyermekek és várandós anyák is voltak. Nem akartak mást, mint eltávolítani a vörös csillagot és kiszabadítani a rabokat, fogalmazta meg ünnepi beszédében a parlamenti államtitkár. Magasra emelve lobogtatni a nemzeti zászlót, teli torokkal énekelni a himnuszt, a szózatot, meg a Kossuth nótát, és fegyvertelenül szembenézni akár a géppuskákkal is. A sokat emlegetett nép most végre együtt volt, és egyet akart. Eltávolítani az idegen érdekeket kiszolgáló diktatúra ideológiai jelképeit, és kinyilvánítani erős érzelmi töltéssel nemzeti hovatartozásukat, magyarságukat, ott, a határőr laktanya előtt is. Varga Tamás hozzátette, 57 évvel ezelőtt ezen a helyen az emberek életükkel fizettek a lelkesedésükért. Voltak, akik parancs teljesítőkként nem békülhettek a saját lelkiismeretükkel. Gyásztéren állunk, a mosonmagyaróvári magyar Golgota előtt. Az értelmetlen gyilkolás áldozatainak emlékelőt tisztelegve is azért dolgozunk, hogy magyar katona soha többét nem fordítsa fegyverét magyar ellen. Tragédiáját. Ezt követően Kis Miklós evangélikus esperes közös imára buzdította a megemlékezőket. Könyörgésében kiemelte, élő reménységgel töltheti el a hívőket Jézus Krisztus halálából való feltámadása. Ezzel a reménnyel kérte a mindenható könyörületét azokért a mártírokért, akik több mint fél évszázada ezen a helyen életüket áldozták társaikért. Vond magadhoz őket végtelen szereteteddel. Ne bűneiket nézd, hanem bűnbocsátó irgalmaddal fordulj feléjük. Urunk, te azt ígérted, hogy gyermekeid egykor ott lesznek, ahol te vagy, ahol nem fognak gyászolni, és nem könnyeznek többé, hanem örök örömben részesülnek. Gyécsek István! Közel 30 koszorút helyeztek el a gyásztéri emlékhelyen. Sokan jöttek el, hogy együtt hajtsanak fejet azok előtt, akik 1956. október 26-án Mosonmagyaróvárért és hazájukért, a szabadságért haltak meg. Juhász Gyula, 22 éves. Az MB3 11. fordulójában Csákváron szenvedett 3-0 arányú vereséget az MTL labdarúgó csapata. A Futura Mosonmagyaróvár mezőnyben ugyan jobban játszott a vendéglátóknál, ám Imrik 3 pont rúgása végzetes volt a számunkra. A csapat Hajós Krisztián kiállítása után ráadásul emberhátrányban fejezte be a találkozót. A következő fordulóban újra idegenben, ezúttal a Veszprémmel játszik az MTL. Kedves nézőink, Önök a Mosonmagyaróvári Városi Televízió híradóját látták. A ma esti hírháttérben Kovács Tamás képviselővel a testületi ülésről beszélgetünk. A sportmagazinunkban először Hanacsek Attila, az MLSZJB alelnöke, majd pedig Fekete Csaba, a János Somorja Rascals edzője, valamint Draganics Péter játékos lesz a vendégünk. Friss híradóval legközelebb október 29-én kedden este 7 órakor várjuk Önöket. Keressék híreinket a Facebookon is, viszontlátásra!